Attila jó ideje nem edzett, emiatt úgy érzi, nincs formában. Dávid 3 hónapja jár terembe, ez idő alatt 12 kilót dobott le, és finoman szólva is szerelmes magába. Az egykori öttusa világbajnok sportújságíró, valamint videós kollégája között 16 év van. Elhatározták, hogy a következő fél év során Attila visszatér a mozgás világába, Dávid pedig megismerkedik a sporttal. Két főszereplőnket a Restart előző részében egy szálloda napozóján hagytuk a márciusi hidegben. Nem, nem őrültek meg. Csupán arról van szó, hogy a Synlab labordiagnosztikai vállalat szakembere, látva Attila és Dávid leleteit, arra a következtetésre jutott, hogy a két férfi szervezetében kevés a D-vitamin. A D-vitamin a jövő C-vitaminja gyakorlatilag. Ez a mester vitaminod. Az immunrendszered állapotát, az olkozmortatit, a daganatok iránti fogékonyságot, izomfejlődés, regeneráció, stb. Nagyon alapvetően meghatározva. Olyannyira, hogy azon egy rapid napozás nem segíthet. Megoldást különféle cseppentős, kimagasló hatékonysággal felszívódó D-vitamin készítmények kínálnak. Dávid és Attila, hogy értse is, mi történik a szervezetében, ellátogat a Magyar Sportok Házába, a Synlab Akadémia egy tanórájára. Csákány, mi van, futva jöttél? Én már abszolút egyébként, mindenhogy így közlekedek. Hány stadionkör volt? Telefonomat a taxival hagytam, mindenre. Milyen kupák? Szerinted para, hagyj emeljek már felé, hát úgyhogy fogok semmilyen eredményt elérni, semmilyen sportban. Köszönöm. Gratulálok. Nem kis küzdelem volt ez. Sportos közegbe érkezünk, nem csoda, hogy mindenki felismeri az egykori öttusázó világbajnokot. És elkezdek ilyen kamuk köszönéseket. Szevasz! Szevasz! Jó téged újra látni. Nem tudom, hogy mennyit tudnak a Synlab Akadémiáról. Itt ugye ennek az a lényege, hogy ma már azért elég sok egészségtudatos és a sportban előre haladni kívánó ember van, akiknek viszont nagyon fontos lenne az, hogy tényleg a teljesítményüket tudják növelni, és kicsit jobban értsék azt, hogy mondjuk a szervezetükben milyen folyamatok zajlanak, és azokat hogyan lehet befolyásolni hatékonyan úgy, hogy mondjuk a sport teljesítményüket növelhessék. Ugye tudjuk, hogy ennek többféle megközelítése van, tehát akár dietetikai, meg egyéb oldalról is ezt meg lehet közelíteni, de van egy olyan terület, ami talán eddig a színfalak mögött volt, ez a labordiagnosztika. Mert az emberi szervezetnek a legjobban a történéseit, az élettani meg korrelettani folyamatait, azt a labor segítségével lehet vizsgálni. Mikor voltak utoljára órán? 25 éve. Érettségi megvan, nem? Talán. Restart sorozatunk 3. részénél tartunk. Az epizódok lényege, hogy a két férfi szakemberek segítségével ráleljen a számára ideális mozgásformára. Az előző részben a futás tudományában mélyedtek el, most pedig a súlyzós edzések terén művelik ki magukat. Igazából belecsapunk, aztán meglátjuk, hogy mi az ingerküszöbnek a határa. Attila mentornak a sportrehabilitációval is foglalkozó Andreát kapja. Ez törött, és ez a csípőm rossz. Ez úgy helyből beteg. Dávid mellé Péter szegődik, akit a legkeményebb személyi edzőnek tartanak itt, az újpesti teremben. Őszinte vallomással tartozom, hogy ez most kezd így visszakerekedni. Annyira jól sikerült így az előző év végén megszüntetni a hasam, de most így néz ki. És ebben benne van az, hogy edzel, és nagy. Odafigyeltél. Nagy. Erre válaszolnom kell? Igen. Igen. Én ilyen 6-szor minimum szoktam edzeni, néha 8 is beleszalad. Jó, de én azt mondom, hogy egy a 4-je kezdesz, az már jó. Ha neked a fogyás a cél, akkor mondjuk ilyen 50 perc és másfél óra a maximum, amit csináljál. Édes zergeként, hogy szögdíts el, Attila. Igen. Csak egy picit kecsesebben. Azaz, és ilyenkor picit billenj előre. Billenj előre, azaz, tolod a csípőt. Aha. Neked is a csípőd azért, hála Istennek, elég kötött. Valami közös gyakorlat lesz? Én nem akarok egy sérülttel együtt edzeni. Te szellemileg vagy sérült, én meg fizikailag. Tökéletesen kiegészítjük egymást, nem? És most? Jó, letehetitek. Azaz, fekvő, vissza, gugolótámasz és felugrik. Egy. Már csak 9. Yeah.
És 10. Valami pár kedves szó, és feldoboldok, hogy van értelme ezt csinálni. Szépen végrehajtottad a gyakorlatokat, van benned ráció, tehát látom a lehetőséget, hogy ez hosszú távon is menni fog. Van ilyen, hogy a kedvenced? Te. Tehát, hogy de így nem tudom, hogy kimondhatom, de te vagy a kedvencem. Ugye megbeszéltük, hogy több kardiogépet kell majd használni, tehát nem csak egyet, mint a futópad. Itt ugye beleraktuk ma már a lépcsőzést is, és ehhez kell még hozzá beraknod súlyzós edzést, illetve egy ilyen crossosabb vonalat. Hát én mindenféleképpen egy ilyen rehabilitációs edzéssel kezdeném, ugye, hogy a könnyököd egy picit helyre jöjjön, de szerintem a kardió az nem zárja ki a rehabilitációs edzés mellett, mehet kardió, akár séta, ellipszis, lépcsőzés, hogyha a térded engedi, bár az... Kerékpár, az talán jobban kiméri a csípőmet? Józanul gondolkodom, nem cipelem a súlyomat, igen. Viszont a keringés az zajlik. Az mindenféleképpen, tehát ugye a rehabilitációnak is az lenne a lényege, hogy tehát mozgásszerű problémát mozgással lehet gyógyítani, úgyhogy mindenféleképpen mozgás kéne, és hogyha visszajön az izomerő, akkor utána lehetne bármiféle terhelés, súlyzós, saját testsúlyos, akár gépeken való edzés. A következő részben, hagyatkozva Attila megérzéseire, nyerekbe szökkenünk. Hőseinket egy parasportoló veszi majd kezelésbe.